Családias hangulatú díjátadó ünnepség a nyíregyházi Teke Klub csarnokában. Bár a felnőtt csapat kiesett az NB1-ből, utánpótlás szinten szép sikereket ért el a klub. A Molnár Dávid, Végvári Krisztián, ifjabb Szójka Miklós összeállítású ifjúsági csapat magabiztosan nyerte meg a bajnokságot az NB1 keleti csoportjában. Nagyon jó esőérzés az, hogy háromszor egymás után megnyerte a ifjúsági csapat. Tehát ilyen még országos szinten nem is volt, meg nagyon, nagyon összeszokott társaság, segítik egymást, nagyon jól játszanak, jók az eredményeik, úgyhogy örülök neki, és remélem, hogy ha úgy összejön megint, akkor megint örömhírt tudok közölni, hogy megint megnyerik a bajnokságot, de ez már egy kicsit képlékeny, mert sajnos olyan helyzetbe kerültünk, hogy kiestünk az NB1-ből, és még egy halvány remény van hát, ha valaki nem indul el az NB1-be, és a legjobb kieső mi vagyunk, tehát mi jogosultak vagyunk ugyanúgy visszamenni, de ha nem, akkor meglátjuk, hogy mi a teendő, mi lesz a teendő, hogy kik vállalják az NB2-t, vagy nem vállalják, de ez még a jövő zenéje. A csapat siker mellett egyéniben is jól szerepeltek a fiatalok. Molnár Dávid az U23-as korosztályban az országos bajnokságon a harmadik helyet szerezte meg. A 15 éves, ifjabb Szójka Miklós pedig a 18 évesek között lett aranyérmes. Hasonlót váltam úgy a tavalyi eredmény alapján, meg szinte ugyanazok voltak a U14-ben tavaly, akik most U18-ban, hogy a nagyobbak kiestek, ezért váltam, hogy a első három ember közt végzek. Az első fél évben nagy fejlődést láttam, de a második fél évben volt egy kis visszaesésem, és most kb. Hát ilyen 5 fás átlaggal lettem jobb, mint tavaly. Meg az eredményeim pedig jobbak lettek a szezonban. Bár a szezonnak vége, nyáron is dőlnek majd a bábuk a nyíregyházi tekecsarnokban. A nyíregyházi tekeklub átvette a Sportcentrum által rendezett városi amatőr tekebajnokságot. Most lesz az eredményhirdetés jövő héten szombaton, lesz egy Tálas Miklós emlékverseny, annak a keretein belül lesz ez az eredményhirdetés, és utána nem szakad meg a teke, mert azok a szeniorok, tehát az öregek jönnek minden csütörtök délelőtt, gurítanak, aztán úgy, ha akar, aki úgy hétfőn, szerdán, pénteken is kilátogathat a pályára, és utána ősszel, augusztus végén, szeptember elején kezdődik a teke, tehát az új bajnokság. Már két vagy három csapat is jelezte, új csapatok jönnek, tehát remélem, hogy több mint 10 csapat lesz, mert tavaly 10 volt, remélem, hogy több mint 10 csapat lesz, és nagyon szép bajnokságot és izgalmas bajnokságot tudunk lejátszani. Visszatérve az NB1-ből kiesett csapathoz, akár már a jövő héten eldőlhet az, hogy marad a másodosztályban az NTK, vagy pedig egy osztályon lejjebb folytatja a nagymúltú klub együttese.